Ebben a videóban az épület körüli vizekről lesz szó. Egy korábbi videóban már szóba került az, hogy egy épületet milyen nedvesség terhelés éri, honnan érkezhetnek hozzá a vizek. Most nézzük meg azt, hogy mit kell vagy lehet tenni az épület körül, hogy minél kevesebb víz érkezzen meg a falainkhoz, a lábazatainkhoz, a szerkezeteinkhez, és kevésbé legyenek azok nedvesítve. Nézzük például először a csatornákat, eres csatornákat. Ugye a tetőről, a nagy felületről nagy mennyiségű víz érkezik a csatornákba, és ezeket a csatornákat le kell tudni jó helyre vezetni, és minél messzebb elvezetni a háztól. Tehát ez a levezető cső és elvezető cső biztosítsa azt, hogy ez a víz minél messze bejusson, és a talajon vagy egy csatorna elvezető hálózaton keresztül eltávolodjon az épülettől, tehát minél messzebbre. Tehát egyik talán legfontosabb a csatorna. A másik az, hogy milyen szerkezetek épülnek az épületen körül, ilyen lehet például a kerítés, ami ha kellően masszív és kellően tömör és kellően mély alapteste van, alaptestje van akkor az ide jutó, ide eső csapadékvíz nem tud kitérni, és előbb-utóbb felgyűlik, vagy a talajban, vagy részben a terepszinten, terepszint felett, és ez előbb-utóbb a falainkat tudja áztatni. Tehát ha tehetjük, akkor a kerítésünket is úgy készítsük el, hogy vagy egy olyan áttört kerítés legyen, olyan nedvesség ki tud jutni, ki tud térni, vagy egész egyszerűen egy olyan drótkerítés, ahol bármelyik részén át tud hatolni a víz, és ki tud térni kifelé. Akkor nézzük meg azt, hogy mi van akkor például, hogy a terep nem jók a terepviszonyok, tehát mondjuk a terep oda lejt az épületünkhöz. Most ez a lejtés ugye azt fogja eredményezni, hogy összes környékbeli víz az épületünkhez gyűlik össze, és ez aztán előbb-utóbb valami vízbejutás fog eredményezni a lábazati zónában vagy egyéb helyen. Tehát a tereplejtést oldjuk meg úgy, hogy az épületünktől elfelé lejtsen, tehát a tereplejtés rendkívül fontos, ezt próbáljuk meg úgy kialakítani, hogy rendben legyen. Aztán ugyanúgy fontos az, hogy milyen burkolatokat, milyen járdákat készítünk közvetlenül az épület mellett, mert a körül van egy épület minden oldalán, akkor az ide jutó nedvesség előbb-utóbb valahol beszivárog, illetve a talajból nem tud kipárologni, és előbb-utóbb az épületeinket fogja megtalálni. Tehát kerüljük a nagy mennyiségű aszfaltos, betonos felületet, ha egy mód van rá aztán figyeljünk arra, hogy milyen növényzet és hol helyezkedik el az épületünkhez viszonyítva. Tehát az épületünktől viszonylag távol, egy pár méteren belül igenis jó, ha van egy növényzet, mert azok, annak a gyökere összeszedi a környékbeli nedvességet, és nem az épületeinket fogja ez a nedvesség megtalálni. Egész más persze a fal tövében van, mert ott az alaptestet a gyökér megmozdíthatja, repesztheti, oda gyűjtheti a vizet, tehát az nem feltétlen jó, de minden esetre az épülettől kellő távolságban lévő nagy fa az igenis hasznos lehet víz elvezetés, víz szempontjából. Ugyanilyenek lehetnek a kutak, amelyek gyűjtik, az a, gyűjtik, a vizet alapvetően a talajból, és nem az épületeinkhez jut a víz. De itt is igaz az, hogyha egy kutnak a mondjuk egy kerekes kutnak az építménye, túl közel van az épület, az, az azért nem jó, mert akkor az épület körül fogja gyűjteni a vizet, az épület közvetlen közeléhez vezeti oda a vizet, hiszen ez egy olyan Jók egy olyan gödör a talajban, ami a környező vizeket összeszedi. Ez jó lehet egy kicsit távolabb, de az épülethez közel nem annyira jó. De a kutak is meghatározóak lehetnek olyan szempontból, hogy az épületeinket milyen vízterhelés éri. Tehát a sok közül ez pár dolog volt: az aszfaltozás, a kerítés, az ereszlevezetőcső, a kút, a fák, a tereplejtések, amik mind-mind befolyásolhatják azt, hogy az épületeink milyen nedvesség éri, és ezek mind olyan tényezők, amiket részben mi is tudunk módosítani, befolyásolni, jól alakítani.